Szervusztok, Helga vagyok, és 2018. január óta gyakorlom otthon, akkor szereztem tudomást Anaméról. Végig csináltam minden nap a test-lélek-szellem egység gyakorlatokat, és nekem volt egy olyan komoly problémám évek óta, hogy nem volt székletem. A végén már odáig tartott, hogy hiába vettem be haszhajtót, orvoshoz mentem, csináltak felvételeket, azt mondták, nincs semmi bajom, ügyak sok vizet, persze nem változott semmi, kínlódtam, görcsöltem, és olyan 2 havi gyakorlat után éjjel arra ébredtem, hogy nagy zaj van a szobában, hát kiderült, hogy ez az én hasam. Na most ez reggel így, mintha így bombáztak volna a hasamban, reggel rohantam a WC-re, és azóta minden reggel, amikor fölébredek, ez így zajlik, ami 20 éve nem történt meg velem. A másik sikertörténetem, ami hát az kb. 4 hónapi otthoni gyakorlás után következett be, hogy nagyon fájt a csípő, már ott tartottam, hogy csípőműtétre kell mennem. Nem tudtam csak fájdalomcsillapítóval aludni, és a 4 hónap után elkezdett a farok csigolyám iszonyatosan fájni, de olyan 3 napig, főleg éjjel, de nappal is, alig bírtam leülni. Ez a 3 napos elmúlt csigolyafájdalom, és vele együtt a csípőizületem soha többet azóta nem fájt. Úgyhogy ez az én sikertörténetem, és ez csak otthoni gyakorlás, magánszorgalom árán értem el.